A nyíregyházi egészségügyi karra első helyen a pótfelvételi eljárás során alapképzésre 80, mesterképzésre 9 jelentkezés érkezett. Erről is beszámolunk mai adásunkban, előbb azonban lássuk, miről lesz még szó. Köszöntöm Önöket! Nyíregyházi egészségügyi kar a pótfelvételi eljárás során első helyen összesen 89-en jelentkeztek a Debreceni Egyetemre. Három generációval az egészségért egészségnapot szervez két praxis közösség hétvégén. 400 millió forintos beruházás, új vágóhíd épült Nyírbogáton. Az idei felsőoktatási pótfelvételi eljárásban összesen 884-en adták be 986 képzésre a jelentkezésüket a Debreceni Egyetemen. Ezzel a hazai egyetemek közül ez az intézmény volt a legnépszerűbb. Az általános felvételi eljáráshoz hasonlóan a pótfelvételiben is a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kara volt a legnépszerűbb. A GTK-ra összesen 229-en jelentkeztek. A témával kapcsolatban pedig vendégük a stúdióban dr. Sárvári Attila, a nyíregyházi egészségügyi kar oktatási dékán helyettese, mert hogy Debreceni Egyetem, akármennyire is furcsa, bizony Nyíregyházán is van, ugye? És úgyhogy, ha jól tudom, akkor a Debreceni Egyetemről is azért vannak adatai, némi, hogy a nyíregyháziak, illetve a szabolcsiak az önök tapasztalata szerint mennyire kedveli a Debreceni Egyetemet? Igen, hát a felsőoktatási intézmények közül a Debreceni Egyetem a egyik legnagyobb vidéki egyetem, közel 30 ezer hallgató tanul a Debreceni Egyetemen, és a hallgatók jelentkezése alapján azt mondhatjuk, hogy három megyét fed le leginkább, ugye Borsodabaui, Zemplén megye, Hajdú-Bihar megye, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Közelsége, földrajzi közelsége miatt népszerű a hallgatók körében, másrészt pedig azért, mert egy olyan egyetemről van szó, amely egy nagyon széles képzési palettával rendelkezik. Hát igen, és akkor a Debreceni Egyetem ön szerint miért a legnépszerűbb Magyarországon? A vidéki egyetemek közül a legnépszerűbb, nyilván a budapesti egyetemek közül az ELTE az első. Azért, mert, mint mondtam, ez egy sokszínű egyetem, nagyon sokféle képzéssel, gyakorlatilag minden képzési területet lefed a Debreceni Egyetem, illetve ugye elindult ugye a duális képzés, most elindult ugye a BMW gyárépítése, az autó és gépipar műszaki képzésnek a fejlesztése, illetve olyan innovációs központokat, fejlesztéseket kezdett el a Debreceni Egyetem, ami mindenképpen népszerűvé teszi a hallgatók körében. Igen, hát és hogyha Debreceni Egyetem, akkor orvostudomány, illetve egészségügyi kar, ugye Nyíregyházán is működik már jó néhány éve egészségügyi kar, most mit lehet tudni az idei felvételi eljárásról, mit mutatnak a számok? Az országos, igen, országos tendenciákból indulnék ki, tehát gyakorlatilag azért a felsőoktatásban 2020-ban 20%-kal kevesebben jelentkeztek. Nyilván ennek a hátterében több dolog áll. Az egyik az, hogy megváltoztak a felvételi szabályok, tehát alapképzése csak emelt szintű érettségivel lehetett bejutni. Ez nyilván egy szűrőt jelentett a felvételiző hallgatók számára. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán is ez jelentkezett, tehát a tavalyi évhez képest mintegy 35%-kal kevesebb hallgatót tudtunk felvenni az általános felvételi eljárásban. Ez 313 hallgatót jelentett. A pótfelvételi eljárás különlegessége az volt, hogy nem csak költségtérítéses képzésekre lehetett jelentkezni, hanem állami ösztöndíjas helyek is meghirdetésre kerültek, tehát ezért a tavalyi évhez képest viszont itt másfélszer annyi hallgatót tudtunk felvenni. Ez pedig gondolom annak köszönhető, hogy kevesebben jelentkeztek az a korábbi, az eredeti felvételi eljárás során, ugye? És akkor ezért voltak valószínűleg még helyek a pótfelvételi eljárás során.
Így van. Tehát nyilván a kormány látta, hogy itt ezért egy jelentős hallgatói létszám csökkenéssel kellene számolni, tehát azért lehetővé tette, hogy a pótfelvételi eljárásban állami ösztöndíjas helyek is rendelkezésre álljanak. És utólag akkor ezt kihasználták a jelentkezők? Na most ugye azok jelentkezhettek a pótfelvételi eljárás során, akiket sehova nem vettek föl, vagy még nem jelentkeztek, vagy nem felvételiztek az általános felvételi eljárásban, tehát ők próbálkozhattak újra. Ez mit jelent, hogy itt Nyíregyházán az egészségügyi karon összesen hány hallgató kezdi meg a következő tanévet? Nem az elsőt, hanem az egész. Tehát, hogy hány hallgatója hány lesz hallgatónk össze, a karnak? Összesen a karnak egy 1200 körüli hallgatói létszáma van most, és hát feltehetően, ha mindenki beiratkozna, akkor egy 350-360 hallgató kezdi meg a tanulmányait. Népszerű szakok. Továbbra is ugyanazok évről évre? Igen, azt látjuk, így van. A legnépszerűbb szak a mentőtiszt, illetve a szülésznő szak, de elég sokan jelentkeztek például az ápolás mesterképzésre, a mesterképzések közül, illetve kiemelném most a levelező képzések közül a szociális munka szakot, ahova most rekordszámú hallgatót vettünk fel. Ön szerint egyébként most is népszerűek ezek a segítő szakmák? Ön hogy látja? Rendben, oké, hogy csökkent a felvételi jelentkezések száma, ezt száma. Tudom már az imént említettek miatt, de tapasztalható azért, hogy még mindig a segítő szakmák azok azért népszerűek? Azt látjuk, hogy inkább azt mondom, hogy a felvételiző hallgatók egy csoportjában, tehát vannak olyan hallgatók, akik nagyon elkötelezettek, vagy azért, mert a szülei ilyen jellegű szakmákban dolgoztak, vagy a középiskolai tanulmányaik folyamán találkoznak ezekkel a szakmákkal valamilyen módon, és megtetszik nekik. Van ebben egy változás, de van egy olyan csoport, aki bizony kitart, és ezekre a szakokra szívesen jelentkezik. Igen, a kitart, a lemorzsolódás, az mennyire jellemző? Hát ha jól tudom, például a mentőtiszteknél igen, vagy... Így van, a mentőtiszteknél, hát ők ugye, ahogy a oklevelüket átvették, másnap már felülnek ugye a mentőautóra, és ott emberélet van a kezükben, tehát bizony ott a legmagasabbak a követelmények, de ugyanez például a szülésznőknél is, ők is ugye önállóan végezhetnek most már szűréseket, tehát bizony fontos az, hogy jól képzett szakembereket bocsássunk ki, és ennek megfelelően követelmények itt magasak. Tanévkezdés, hát a tanévkezdés azt ugye 2020-ban azt a Covid-járvány függvényében érdemes értelmezni. Önök mennyire felkészültek? Van-e valamilyen iránymutatás, hogy hogyan tegyék ezt? Tulajdonképpen éppen a napokban kaptunk ugye a minisztériumból egy általános iránymutatást. A Debreceni Egyetem állásfoglalása alapján a Debreceni Egyetemen a képzés szeptemberben a megszokott rendnek megfelelően kezdődik el, azzal, hogy természetesen azokat a iránymutatásokat és preventív tevékenységeket, amelyek ugye a vírusfertőzés megakadályozását szolgálják, azokat be kell tartanunk. Hogyha hát az előző fél év az megfelelően telt, tehát annak tükrében, hogy ugye itt távoktatásról volt szó, és ugye a következő fél évben is gondolom akkor hasonló dologra kell majd számítani, így van. Ha esetleg jön a második. Nem ért olyan értelemben váratlanul minket, illetve az átállás nem volt azért nagyon nehéz, mert már e-learninges rendszert használtunk az oktatásban, és az anyagaink nagy része digitálisan rendelkezésre állt, illetve hát most már ugye a tankönyvek, jegyzetek egy része is digitálisan
rendelkezésre áll, és ennek megfelelően ezek a hallgatóknak elérhetővé tettük, illetve elérhető volt, tehát ezekből tudtak készülni. Természetesen azt nem mondom, hogy teljesen zökkenőmentes volt, de szerencsére sikerült a fél évet befejeznünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Köszönöm szépen. Sokszor halljuk, mennyire fontos egészségünk megtartása érdekében a megelőzés, de a mai magyar egészségügyben meglehetősen komplikált egy komplex szűrővizsgálaton részt venni a pácienseknek, valódi panaszok és megbetegedés nélkül. Egy komplex program segítségével ez most Nyíregyházán is elérhető. Az egészségi állapotot számos tényező, az életmód, a genetika, a környezeti hatások és az egészségügyi ellátás együttesen határozza meg. A három generációval az Egészségért program az alapellátás fejlesztését, valamint az alapellátásban résztvevők együttműködését állítja középpontjába. A program elsődleges célja a szív- és érrendszeri prevenciós és gondozási program, egy a rosszindulatú daganatos betegségek szűrését és korai felismerését elősegítő program, valamint a gyermekek körében végzett egészségfejlesztési programok megvalósítása. Ezek a képek tavaly készültek a Bújtosi Városligetben, vércukorszintmérés, étkezési tanácsadás, vérnyomásmérés. A program keretében egészségnapot szerveztek. Idén augusztus 29-én újra részt vehetnek rajta az érdeklődők. A résztvevők személyre szabottan saját állapotuknak megfelelő mozgásprogramot is kaphatnak, a dietetikusok pedig a megfelelő étrend kialakításában segíthetnek. Az orvosok és szakemberek célja az, hogy az elmélet után a gyakorlatban is megmutassák a lakosságnak, hogyan kell egészségesen élni, és miért lenne ez fontos mindenki számára. A témával kapcsolatban pedig vendégük a stúdióban két nyíregyházi praxis közösség szakmai vezetője, dr. Súr Zoltán házi orvos, és dr. Újhely János, ugyancsak házi orvos. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Egy élményemet hadd meséljem el, akkor, amikor betöltöttem a 30-at, elmentem a házi orvoshoz, és akkor mondtam a házi orvosnak, hogy jó napot kívánok, nekem nincsen semmi problémám. Hát akkor miért jött? Hát szeretném ellenőrizni, hogy valóban nincsen semmi problémám. Tényleg egyébként a házi orvosok mondjuk egy ilyen látogatásra ennyire nincsenek felkészülve? Csak arra vannak felkészülve, hogyha a beteg az tényleg beteg, aki hozzájuk fordul? Hát azért ez nem így van, hiszen a háziorvosnak az alaptevékenységbe tartozik, törvényi kötelezettség is a prevenció, a szűrővizsgálat. De való igaz egyébként az élmény az valós lehet, hiszen a háziorvosi rendelésen az egy jellemzőbb, hogy panasszal, problémával jelennek meg a betegek, és igen, nehéz a jelenlegi egészségi ellátórendszeren belül egy ilyen klasszikus szűrővizsgálati soron végigküldeni a betegeinket igazi panasz nélkül. Tehát igen, e tekintetben valóban lehetett valóságtartalma az élményének. És akkor ezek a praxis közösségek részben ezért is jöttek létre? Igen, de részben. Azért ez még hagyd tegyek hozzá egy mondatot, hogy üde kivétel a gyermekellátás, mert a gyermekellátásnak az alaptevékenysége a szűrővizsgálat. Itt megindul újszülött kortól, és itt olyan rendszerességgel találkozunk a pici babákkal, ami világviszonylagban is egyedülálló, gondoljunk csak itt a testi, szellemi, lelki fejlődésre és a védőoltások rendszerére. Tehát a 18 évig, míg a gyermekgyógyász mellett van egy gyermek, ott a nagyon komoly szűrővizsgálatokon esik át, egyrészt az alapellátásnál, utána meg az oktatási intézményekben. Tehát ez valójában a gyermekellátásnak egy szerves része. Azt is mondhatnám, hogy legalább a fele tevékenységünket a preventív ellátást tölti ki. Tehát akkor 18 éves korig, és akkor utána pedig mi történik? Vagy miért nem történik semmi? 18 éves korig valóban a gyerekgyógyászoknak törvényi kötelezettsége, a szűrővizsgálatok is valóban rendszeresebben jelennek meg a gyerekek, és akkor innentől jön be a képbe az egyéni felelősség, a betegnek, páciensnek fogalmazunk inkább, hiszen nem beteg, páciensnek az egyéni felelőssége, hogy az ő egészségi állapotáért az egészségi ellátórendszeren túl saját maga is felelős. Hiszen ahhoz, hogy megfelelő szűrőtevékenységben vagy szűrővizsgálaton vehessen részt, ahhoz elsősorban meg kellene jelenni. Kevesen tudják a betegeink közül, hogy 35 éves korig 3 évente, 35 éves kor felett pedig 2 évente a házi orvosoknak egy törzskarton megújítás, gyakorlatilag egy szűrővizsgálaton kellene megjelenni minden betegünknek. Mi ezt meg is teszünk ezért mindent, hogy behívjuk, megszólítsuk a betegeinket különböző csatornákon, de azért előfordul sajnos, hogy
egy jogosítvány alkalmassági, vagy egy munkaalkalmassági vizsgálat kapcsán találkozunk csak egy fiatal betege, mert nincsen panasza, és ezt nem érzi fontosnak, nem érzi annyira húsba vágónak, hogy ő évről évre, vagy hát két évről, három évre rendszeresen megjelenjen szűrővizsgálatokon, pedig nagyon sok olyan megbetegedés van, amit időben felismerve bizony sokat tudnánk tenni annak érdekében, ha ez ne súlyosbodjék. És akkor a praxis közösségek erre kínálnak alternatívát erre is? Így van. Arra kínálnak alternatívát, hogy a hagyományos egyorvos, egy rendelő elvnek a lehetőségei korlátosak. Gyakorlatilag egy komplex ellátás, amire kellene, hogy törekedjen az ország is, mert egy ház, tehát otthon ellátott betegnek az ellátása olcsóbb és humánusabb, mint szakrendelő kórházi ellátást venni igénybe. Ehhez viszont az kell, hogy plusz szolgáltatásokat tudjon nyújtani, amihez nem kell fekvő beteg ellátás. Nos, ezt szolgálja egy praxis közösség lehetősége, ahol szakszemélyzetet és külső segítséget tudunk igénybe vonni egy plusz forrásból, és ezáltal azok a betegek, akik eddig kórházba meg szakrendelőbe kellett járjon, most hamarabb, nagyon igényes, műszeres vizsgálatokhoz jutnak, és amit egy ilyen szóval definitív, befejezett ellátást tudunk nyújtani, azaz a betegségét be is tudjuk fejezni, de még hangsúlyosabb, hogy a szűrővizsgálatokkal meg kiemelünk olyan eseteket, ahol még az a másodlagos prevenció, a szűrés, hogy még nem érzi magát betegnek, de már az orvos tudja, hogy ott baj van. Na ezeket kiemelve gondozni, ugye nem kerül olyan helyzetbe, hogy súlyos állapotba kerüljön. Tehát akkor, ha jól értelmezem, egy helyen több vizsgálatot kap a páciens, a beteg, az illető. Egy emeltebb szintű ellátást és a szűrővizsgálatokat illetően is egy komolyabb szűrésen vesz részt. Mindennek az alapja persze egy egészségi állapot felmérés az elején, amit tesztel, illetve egy kezdővizsgálatokkal végzünk. De inkább az a jellemzője, vagy az a nagy előnye a praxis közösségeknek, hogy míg az ilyen szóló egy orvos, egy nővér, vagy egy orvos, két nővér praxis felálláshoz képest meg tudunk szólítani, és be tudunk vonni a mindennapi működésbe, a szűrőtevékenységbe más szakdolgozókat. Gondolok itt gyógytornászokra, gondolok itt dietetikusokra, egészségpszichológusra, gyerekpszichológusra, amit ugye egy-egy praxis a saját finanszírozásából nem tud, meg igazából nem is költséghatékony egy-egy praxisnak alkalmazni egy-egy ilyen szakdolgozót, míg ha összeállunk öt fölötti létszámban ebben az adott pályázatban ez volt az elvárás, legalább öt háziorvos összeáll, akkor hatékonyabban tudjuk ezeket a szakdolgozókat foglalkoztatni, és a betegeinknek egy emeltebb szolgáltatást nyújtani. Tehát valójában a prevenciós tevékenységünket emeljük egy magasabb szintre. Ugye a felvezetőben is szó volt róla, hogy a szívésérrendszer és a daganatos megbetegedések tekintetében kifejezetten, hiszen ez nagyon komoly problémát jelent a halálozás szempontjából. És ezen túl, hogy a szűrőtevékenységünkkel struktúráltan megszólítjuk a betegeinket, nekünk is ad egy struktúrát, a betegeinknek is ad egy vezetőfonalat, hogy milyen vizsgálatokon és milyen vizsgálatokban tudnak részt venni. Túl azon igazából egy plusz a szakdolgozó bevonásával egy emeltebb szintű ellátást, definitív vagy további állapotfelmérés során feltárt betegségek vagy kórállapotoknak megfelelően egy emeltebb szintű szolgáltatást tudunk nyújtani az alapellátás szintjén. Gyakorlatban pedig ez hogy néz ki, hogy bejelentkezik önöknél egy illető, és akkor felmérik az egészségi állapotát, és úgy küldik esetleg, ha kell, tovább. Egyetlen egy helyen van mindenféle vizsgálat, mindenféle szolgáltatás. Igen. Hogy kell elképzelni? Tehát ugye eleve az orvosnak az alaptevékenysége a szűrővizsgálatok vonatkozásban, betegellátásban egy dolog. Van egy plusz, ami a pályázat révén mi vállaltunk. Azért nyertünk pályázatot, mert egy olyan pályázatot nyújtottunk be, amivel a AEK, a kiíró, az látta, hogy itt egy olyan biztosíték van az ő általa biztosított pénznek a felhasználásával, amivel egy hatékony és eredmény
eredményes évet tudunk zárni, és reményeink szerint tudjuk folytatni. Tehát ez egy magasabb szintű ellátási forma, és egy sor feladatot vállaltunk az alapfeladatok mellett. Tehát mi végezzük az alapellátási feladatot, de ezeket plusz órába, plusz helyeken, lehetőségeken, és ebben egy csomó felvilágosító, helyszíni dolgok is vannak, hisz a stáb is ott volt például ősszel a Bújtoson, meg felvilágosító előadások. Tehát a tevékenység a rendelőbe történik, de a rendelőn kívül is. Sajnos az élet is rákényszerített egy kicsit bennünket, hogy rendelőn kívül is, mert a Covid miatt egy csomót ugye elektronikusan kellett csomó feladatot megoldani. De azt mondom, hogy ez egy kiváló dolog, és a betegek ráéreztek erre, és nagyon jó eredmények vannak. Hoztam rengeteg statisztikát, csak két számot hagy említsek meg. A két praxis közösség együtt egy olyan 22-23 ezer embert fed le a városba. 120 ezer ember, 22-23 ember, és ezeknek körülbelül a fele, több mint a fele, felével majdnem a kétharmadával találkoztunk a szűrővizsgálatok során. Ezek mindegyik kapott egy-egy adalékot, vagy azért, hogy egészséges, de ez sajnos elég kevés, hanem mindig azokat hívtuk be, akik problémásak, és elindítottunk egy olyan úton, amivel jobb állapotba kerül egy korábbi önmagához képest. És akkor adtuk az életmódot, a Felkomba ugye ott volt, hogy legfontosabb az életmód az egészségbe, életmódtanácsot, és ezeket szeretnénk, meg reményeink szerint folytatódni is fog, hogy ezeket átveszik a betegek, és ezek a gondozásaink során már csak ezt az eredményt tovább kell folytatni és vinni tovább. Sajnos az időnk véges, az ön szemszögéből milyen tapasztalatok voltak? Számomra az volt a félelem és a jó tapasztalat is a projekt végén, az elején, hogy belekezdjünk és hogy fog működni ez a közös munka. Azzal egészíteném ki főorvos úrnak a mondandóját, hogy a praxisban végzett tevékenységet egyben koordinálta is, mind a szakdolgozói szinten, mind pedig mi szakmai vezetőként az orvosok szintjén egy-egy fő a praxis közösségen belül, és hát nyilván volt egy pénzügyi, egy pályázati koordinátorunk, tehát egy igazi csapatmunka jött össze, és valóban jól megvalósult, és valóban nagyon jól struktúráltan és szervezetten tudott ez működni, mind a orvosok, mind a szakdolgozók szintjén, és az az érdekes, hogy a betegeink számára is ez milyen jó fogadtatásra lehet. Sokuktól halljuk a kérdést, hogy folytatódik ez, és számíthatnak-e rá. Abban bízunk, hogy lesz erre forrás, és tud folytatódni. És hát pontosan azért, hogy ezt a tevékenységet meg tudjuk mutatni a betegeinknek, a környékbeli lakosságnak, ezért szervezzük ezeket a szűrővizsgálatokat, amit most a hétvégén is tervezünk, a két praxis közösség közösen, hogy megmutassuk, hogy milyen jellegű az az állapotfelmérés, ami révén bekerülhet a programjainkba, és milyen jellegű plusz tevékenységeket tudunk biztosítani a szakdolgozók bevonásával a betegeinknek, vagy hát pácienseinknek, nem feltétlenül mindenki beteg az, ugye, aki egy szűrőtevékenységben részt vesz. Térjünk rá akkor a szűrőnapra. Hogy pontosan mikor lesz, hol, és mire számíthatnak azok, akik ellátogatnak. Ezen a héten, szombaton, mi megyünk 8 órára, de az érdemi munka 9-től zajlik majd, reményeink szerint 12-ig biztosan sokan lesznek ott, és akkor a munkatársaink, akik ez a Szent István út 63-67 emeletes házak mögött a Malomkert területén, ott a Szántó Kovács, Ady Endre utca áralhat, az én körzetem is, meg a Zolié is, tehát a házakat is ismerjük, és ott egy füves területen, ilyen sátrakban lazán elrendezve, megfelelő feliratokkal, a Covid-járványra is vigyázva, a megfelelő fertőtlenítőszereket, kiviszünk műszereket, reméljük jó idő lesz, és ott sátrakban különféle szolgáltatásokat kapnak, és érdemi válaszokat a feltett kérdésekre, és végezzük a szűrővizsgálatokat, és mivel Zoli barátomnak egy nagyon szép rendelője van, aki kíváncsi rá, megmutatjuk, hogy hogyan néz ki egy 21. századi rendelő jó felszerelve, és onnan hozzak, meg én is viszek műszereket, segítenek nekünk dolgozók, a munkatársaink, és ezúttal szeretném
szeretném megköszönni azt, hogy ez a sikeres év nem csak nekünk és akik a programban voltak, hanem mindazok, akik vállalták, hogy támogatják ezt a programot, ez az önkormányzat is, az egészségfejlesztési iroda, a szociális szféra is, mert azokat is be kellett vonnunk, hogy ez sikeres legyen, mert minden eredményes csak ti munkában lehetséges, ott is ti munkában fogunk dolgozni. Doktor urak, köszönjük szépen, hogy itt voltak nálunk. Köszönjük lehetőséget. Köszönjük szépen. Közel 400 millió forintos beruházás eredményeként új vágóhíd épült Nyírbogáton az Agrofabulus sertéstenyésztő cégnél. A közel 250 négyzetméteres új létesítmény óránként akár 10 sertés feldolgozását is lehetővé teszi. A tulajdonos az átadó eseményen úgy fogalmazott, hatalmas lépés ez a cég életében. Ennek köszönhetően ugyanis a jövőben már feldolgozott húsáru értékesítésére is lehetőségük nyílik. A Nyírbogáton működő Agrofabulus BT 1995-ben alakult, kezdetben pedig nem is elsősorban a sertéstenyésztés számított a cég fő tevékenységének. A vállalkozás ma már egy több mint 300 férőhelyes sertésteleppel rendelkezik, évi hízósertés kibocsátása pedig 6000 darabra tehető. A cég korábban csak élő állat eladásával foglalkozott, az új vágóit használata azonban új távlatokat nyithat meg az értékesítésben. Az alakulás évébe zászlóra írott agrár tevékenység és a sertéstenyésztés komplexitása az most 25 évvel később érte el azt a pontját, amikor azt mondjuk, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a Szántóföldtől az asztalig. Hiszen szántóföldi növénytermesztéssel indítottunk, saját tisztító szárítóüzemmel, tápgyártással és egy 300 koszás sertéstelepen rendelkezünk. Ennek a 300 koszás sertéstelepnek az éves végtermék kibocsátása 5-6 ezer hízósertés. Ezt eddig élősertésként értékesítettük. A vágóhídnak a megvalósításával már lehetőségünk lesz arra, hogy ezt hasított félsertésként, illetve darabot sertésként értékesítjük. Tehát ez egy újabb mérföldkő, egy újabb állomás. Vállalkozásunk egyébként a magas technikai szintnek, mind a sertéstelepen, mind a vágóhidon, nem nagy létszámmal dolgozik. A sertéstelepen egy olyan 12-14 fő komplexen, ebbe a takarmánygyártó részlektől a növénytermesztéstől kompletten értendő. A vágóhíd beindulásával pedig nyilvánvalóan a piac függvényének felfutását követően egy 8-10 főt fog foglalkoztatni, de nem kizárt, hogy egy részleges feldolgozást követően is, ami sütőkolbász és grillkolbász gyártásával akár a 15 főig is el tudunk menni. A közel 250 négyzetméteres létesítményben óránként akár 10 sertés feldolgozására is lehetőség lesz, emellett szarvasmarhát is vágnak majd. A beruházás összköltsége megközelíti a 400 millió forintot, ebből 152 millió forintot finanszírozott az Európai Uniós Fejlesztési Alap. Nyírbogát polgármestere szerint az Agrofabulus évtizedek óta szerves részét képezi a település életének, gazdasági és közösségi szinten egyaránt. Egy 25 évvel ezelőtt, 95-ben alakult cégről beszélünk, mint a tulajdonos tájékoztatójában elhangzott. Ez egy kis cégből indult ki, mára elmondhatja, hogy közel 6000 hízas sertést bocsájt a piacra. Én azt gondolom, hogy mi itt Nyírbogáton elsősorban a munkahelyteremtő szerepét tudjuk kiemelni, és ezzel a mai vállalkozás bővítésével is a munkahelyteremtéshez fog hozzájárulni. Úgy gondolom, ha már 5-6 munkahelyet tudunk teremteni, az 5-6 családnak biztosít megélhetést itt helyben, és nem kell elutazni, elmenni a családfőnek vagy családanyának, akár több 10 kilométert is. És emellett mi önkormányzat abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy lesz iparűzési adónk, bízunk benne, hogy ezzel is növekedni fog, és ez ugye az önerő biztosításához a projekteknél nagyon sokat jelent. Ugyanakkor elmondhatjuk, ahogy a vállalkozó is elmondta, hogy a közösségi szerepvállalása is megvan a vállalkozásnak, támogatnak minden olyan rendezvényt, minden olyan megmozdulást a településen, ami a közösségnek a támogatását, a szervezését, a tovább erősítését lendíti elő. A közbeszerzés körül felmerült bizonytalanságok miatt a kivitelezés majdnem 4 évet vett igénybe, ebben az időszakban pedig a jelentős építőanyag áremelkedéssel is meg kellett küzdeni, mondta el a tulajdonos.
azokból a számokból, amit célul tűztünk, nem lehetett megvalósítani. Pláne úgy nem, hogy a minőségből egy oktányit nem engedtünk. Sőt, mi több, menet közben, amit lehetett, új dolgokat épp a jó önköltség reményébe ide raktunk, és nem azzal foglalkoztunk, hogy minél kevesebből hozzuk ki, hanem az, hogy minél hatékonyabbat, minél okosabb módszereket tudjunk bevetni, és természetesen ebbe az energiahatékonyságot is szem elől nem tévesztve. Tehát azt mondom, hogy a tetőn 20 darab napkollektor van, ami 2000 liter meleg vizet állít elő, 2 darab 1000 literes tartálya, és 45 kW-os napelem park az, amit ide termel, amivel az áramszükségletet próbál segíteni. Tehát ezekkel a rásegítésekkel és azzal a technológiát segítő pontosításokkal, ami demák pályák bővítésével és a hatékonyság belső apró eszközeivel ugyan, de mégsem apróval, úgy gondolom, hogy sikerül versenyképesnek lenni. Prokop János hozzátette, a közeljövő legfontosabb feladata a biztonságos üzemeltetés. Ezt követően lehet távlati célokat megfogalmazni. Látnunk kell előbb egy jól működő vágóhidat, megfelelő hatékonysággal, és aztán a további értékesítésnek is az útjait, hogy félsertésként és darabos sertésként történő értékesítést szabad-e továbbvinni, ha igen, akkor milyen irányba, milyen technikai szinttel, hány fővel, mert vagy versenyképes üzemet építünk, vagy pedig semmilyet. Tehát ezért van a viszonylagos óvatosság, de én abban hiszek, hogy a térségi ellátás szerepköreinbe tovább fogunk lépni, és nagy dolgokat nem fogunk tudni megvalósítani, de hogy a megyei térségi ellátásba be fogunk kapcsolódni, az biztonsággal mondhatom, és a versenyképességet is szeretném nagyon kiemelni, hiszen minden szegmensünk arra irányul, hogy a legjobb közgazdasági mutatók mellett tevékenykedjünk. Önök 35 perc című műsorunkat látták, legközelebb jövő héten, hétfőn jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!